Beregi Református Egyházmegye szervezésében második alkalommal rendeztek nyári gyerektábort a Nagyberegi Református Líceum bázisán. Az egyhetes táborba a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával 40, elsősorban szociálisan nehéz helyzetben élő gyermeket hívtak meg, illetve olyanokat, akiknek nincs más nyaralási lehetősége. Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a mostani tábornak otthont adó Nagyberegi Református Líceum lelkész igazgatója kiemelte, fontosnak tartják, hogy a hittanos gyerekek a gyülekezetek ifjúsága számára nyáron is biztosítsanak olyan lehetőségeket, ahol Isten közelében lehetnek, töltekezhetnek és egyben ki is kapcsolódhatnak. Nyáron mindig vannak programok, nem hagyjuk békén a gyerekeket, azért, hogy a nyarat azt lehetőleg olyan közegben töltsék el, olyan táborokban vegyenek részt, olyan gyereknapokon vegyenek részt, amelyeknek szerves része az Isten igéjével való ismerkedése a gyerekeknek, magával az Úristennel való ismerkedése. És nyilván vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon sok lehetősége van táborokba eljutni, mert voltak egy versenyen vagy egyéb miatt, de vannak olyan gyerekek, akik lehet, hogy egy táborba se jutnak el nyáron, és ilyenkor úgy gondolom, hogy az egyháznak nagyon fontos feladata az, hogy ezeket a gyerekeket is megtalálja, felkarolja, akár helyileg a gyülekezetben, akár több gyülekezetből összegyűjtse, hogyan ez most is történt, és legyen nekik is egy ilyen élményük a nyáron. Ennek a tábornak a szervezése több hónappal ezelőtt is elkezdődött, mert tavaly is volt egy ilyen táborunk, tudtuk, hogy az idén is lesz rá lehetőségünk, és ezért már hónapok óta volt tervezés, a munkatársaknak az összegyűjtése, a téma kiválasztása, a helyszínnek a rögzítése, hogy hol lesz, illetve tegnap volt pont egy kirándulós nap, azt is megbeszéltük, hogy oda mikor és hogyan fogunk eljutni. Tehát ezek korábban elkezdődtek már. Hát a Magyar Református Szeretetszolgálata az, akik minden évben ezt a támogatást biztosítják a tábor megszervezéséhez, és éppen az ő javaslatuk az a szervezésnél, hogy vegyük figyelembe azokat a gyerekeket, akik esetleg semmilyen táborban nem tudnak eljutni, tehát hátrányos helyzetű, esetleg árva, félárva gyerekekről van itt szó. A tábor programját úgy állították össze, hogy minden ideérkező fiatal megtalálja a számára tetsző elemet. Így különböző ügyességi versenyen, csapatjátékokban vehettek részt, amellett, hogy megismerkedhettek a Biblia tanításaival. Az idén a példázatok vonalán megyünk, Jézus példázatai alapján, és nagyon színes program várja a gyerekeket. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy valóban élménydús legyen. Tehát az igei részeken, előadásokon, áhítatokon, evangelizáción kívül vannak élménypedagógiai játékaink, kézműves foglalkozásaink, voltunk már kirándulni, lesz lehetőség, vagy van lehetőség fürdésre is, sportvetélkedőkre, versenyekre, amit úgy látjuk, hogy nagyon élveznek a gyerekek. Mindenképpen azt látjuk, hogy nagyon vágynak, vannak már tavalyról vissza jött gyerekeink, vannak új gyerekek is természetesen. Szerintem azért várják, mert itt egy olyan légkör van, ami talán kicsit más, ami kimozdítja az otthoni gondokból, vagy az otthoni dolgokból ugye őket, és ez teljesen más. Mint ami otthon van. Igyekszünk tényleg odafigyelni rájuk személyesen, nagyon sok munkatársunkkal vagyunk, munkatársunk dolgozik ezen, és szinte majdnem minden gyerekre van, aki odafigyeljen. Az infrastruktúra a Nagyberegi Református Líceumban adott, a fiatalok pedig egymás után próbálhattak ki különböző játékokat, eszközöket. Nekem minden tetszik. Vannak történetek, játékok, ilyenféle mesék, meg tegnap filmeztünk, meg énekek, nagyon jó. Hát sportolni, ahogy szoktam, otthon is, meg focizni, meg játszani. Ma is lesznek ilyen sportok, versenyek, azt azon is jelentkeztem. Természetesen egyházi tábor lévén kiemelten foglalkoztak idén a példázatokkal, amik közül a magvető története fogta meg a Makkos Jánosiból érkező László Dorinát is. Nekem azt tetszik itt a legjobban, hogy Istenről tanulhatunk. Igéket, a Bibliáról tanultunk. Este van evangelizáció, meg programok vannak, és nagyon jó.
Hát most a talentumról tanultunk, hogy volt 3 szolga, az egyik 5 talentumot kapott, a másik 2-t, a harmadik pedig 1-et. Az 5 befektette, megduplázódott, a 2 is befektette és megduplázódott, az 1 pedig elvetette. És ez azért volt tanulságos, hogy ne vessük el a tehetségünket. Ahogy a példázatban is, mindenkinek a saját talentuma szerint kell boldogulnia, úgy az életben is. Viszont mindenkinek meg kell teremteni a lehetőséget, hogy kibontakoztassa tudását, amire jó lehetőség volt a Magyar Református Szeretetszolgálat által támogatott nyári tábor is.